tbilisi VB-k történetének második legfiatalabb. Így van, egyébként. A második legfiatalabb. És Ryan Mikkola játszik. Frankfurti illetőségi fiatalemberről beszélünk. Ez nagy siker, nem? Azért az biztos. Persze, 16 évesen ide eljutni. Hát ez egy egészen elképesztő gyors karrier. Talán nem tudom, Adam Gavlasnak voltak ilyen sikerei az elején a pályafutásnak, amíg ez most kezdődik igazán, de ugye ő is gyakorlatilag ahogy elkezdett a Steel Darts-szal foglalkozni, egy fél éven belül már Tbilisi színpadon találta magát. Úgyhogy ez sem semmi karrier, hiszen mondom, nem tudott még évelején indulni a Development Touron, és aztán az év hátralevő részében annyi pontot összetudott gyűjteni Schmutzler, hogy bejutott ide a világbajnokságra a Development Tourról. Ugye Niederhausenben összegyűjtött nagyon sok győzelmet. Az, hogy aztán itt találja magát. Százas csak ez, és ugye Hoover is bemutatkozik. Akkor, ahogy jósoltuk, az a négyes fogat fogja végig nyomni a világbajnokságot, ugye Paul Higgs kivételével, a szokásos társaság. Ott a tripla. Ott a tripla 20-as Mikkelnél is. 58. Egy picit visszatérve még a előző meccs végéhez, valószínűleg ugye a jelenlegi vírus helyzet miatt volt az, hogy nem ölelkezgettek a fiúk, hát ne felejtsük el, hogy Dani Laubi nyilván még haza szeretne menni majd Amerikába, nem pedig mondjuk egy 10 napos karanténba bezárkózni ott valamelyik szállodába Angliában, főleg, hogy jön a karácsony is. Kérdés még Laubival kapcsolatban, van-e, nincs Pro Tour kártya, nincsen. Ugye mondom, ő az észak-amerikai sorozatból jutott ide be. Ezzel a játékkal mondjuk igazán megpróbálkozhat majd január 9-15 között, akkor lesz majd a Q-School. Reméljük, hogy nem romlik annyira a vírus helyzet Nagy-Britanniában, hogy majd esetleg nem rendezik meg. A Németországban lesz ugye az egyik Q-School majd január 9-15 között, és a másik pedig Angliában. Hát, 8-ra leteszi magát, és Schmutzler 70-ről egy break leggel indíthatja a meccset. Dupla 8, nem sikerül. Mikkelé. Az első a fodrász behúzta az elsőt, igen. Itt viszont most jönnek a triplák a németnek. 140. Ő
kérdésként fölmerült, hogy esetleg meg van tiltva a játékosoknak a készfogása meccsek előtt után, vagy egyre több ilyen fura mozdulat. Igazából nincsen megtiltva, csak nyilván rájuk van bízva, hogy mit beszélnek meg egymással. Az már egy más kérdés, hogy lehet, hogy nem beszélnek meg semmit. És abból vannak ezek az ilyen keszekusza. Egyik kezet akar fogni, a másik ökölpacsit adni, de azért szerintem ez manapság a mindennapjaink része. Tehát azért találkozunk szerintem a mindennapjainkban is ilyen szituációkkal, amikor ismerősökkel találkozik az ember, ki így, ki úgy üdvözli a másikat, úgyhogy én ezen egyáltalán nem csodálkozom jelen helyzetben. Most komoly előnyt harcolt ki Mikkel, de szépen korrigál Schmitzler. Csimózás, megvan. És a dupla úsz a végére. Be is tudja dobni. 2-0. A harmadik leget is az angol kezdi. Ryan Mikkel is csak 25 éves, nemrég öregedett ki a Development Tour mezőnyből, úgyhogy nem sok híja volt, hogy ott is összefuthassanak egymással. Azért alapul vesszük a Development Tournak a mezőnye, ugye a betöltött 16. életév, illetve az adott naptár évben be nem töltött 24. életév a kritérium. Tehát akár egy közel 24 éves játékos játszhat egy 16 évessel abban a bajnokságban, ami minden egyéb sportágban egy elég komoly különbség lenne, ugye utánpótlásban, de azért itt dartsban annyira nem jön ez ki. Legalábbis nagyon sok sportágban, akkor így mondom, nem mindegyikben, de sok sportágban azért komoly különbség van egy 16 és egy 20, közel 24 éves között. Na, lesz egy 180? Lesz bizony! De nagyon mellé ment az Mikkelnek, nem sikerült jó kört dobnia, de Schmutzler is szektorhibával kezd. Ó, meg egy sima hármas, hát ez nagyon nem hiányzott neki. Kiszállja Schmutzlernek, egy Mikkelnek 155-re van. Két köre, hogy elvigye az első szettet. Lehet, hogy elég neki egy kör is. Így nem. 76. 71-et hagy magának. 191-re Schmutzler. Csak kerekíteni tud. Nem jön a tripla. Nem sem. 59 így. Van 1,5-ös átlagon van Fabian Schmutzler, míg Ryan Mikkel 88 ponton. És nincs kiszállója most a 71-ről, 132-re Schmutzler. 25, kell az 57, a tripla 19, nincs meg. Így aztán a 48 esetleg, az megvan, 40-re leteszi magát. Ryan
Ó, az egyes helyett dupla egy. Jön-e a hetes, vagy hármas, az is jó, dupla tíz. Bedobja, még kisebb nehézségek árán, de leveregszi magát egy duplára. És ezzel elviszi az első szettet. Nem elégedett, ahogy látom, de nem látjuk, hogy itt hoz a folytatás. Épp vissza egy perc maga. Az első szett lezárult Ryan Mikl győzelmével. 82-es átlagon van Mikl, 75%-os kiszállóval, míg Fabian Schmutzler 80,8-as átlagon teljesít. Hát ez még most egy kicsit gyengécske játék a némettől, legalábbis ez kevés lesz valószínűleg Mikl ellen, ennél azért Ryan Mikl rutinosabb, úgyhogy egy picit rá kell tenni egy lapáttal Schmutzlernek, ha akar még valamit. Egy pontra akkor Mikl is elkezdi ezt a leget szépen tripla nélkül. A meccs elején már mondtam ugye a speakerekkel kapcsolatban, jött kérdés Paul Hinks miért nincs itt. Igazából nem indokolta meg, de megírta, hogy nem lesz a világbajnokságon. Nem tudom, nem ő csinálja a beosztást, az ugye George Noble-nek a dolga. Nem tudom, hogy mi a pontos indok egyébként, de lehet, hogy ő kérte, hogy kicsit mellőzzék ezekről a nagyobb rendezvényekről most őt. Ott a tripla. Jött kérdés a pénzéről, igen, arról nem beszéltünk még. Ugye 2,5 millió font, 180 közül Miklótól zárkózik föl. 2,5 millió font az összdíjazása ennek a világbajnokságnak. 500 ezeret visz ebből egyedül a győztes. Ezt azért úgy kell számolni, hogy aki Nagy-Britániában adózik, az kb. 40, kicsivel több mint 40%-ot le is adózik. Ebből azon? Igen. Nem is kapja meg. Hogy? Nem tiszta 500 ezer font, hanem körülbelül 300 ezeret kap meg belőle. Na, az sem rossz, de nyilván a ranglistán megkapja viszont az 500 ezer fontot. Ott nem kell adózni. A döntős 200 ezeret visz haza, az elődöntősök 100 ezeret, a negyeddöntősök 50-et, és aztán így megyünk le 35, 25, 15, és még aki az első körben kikap, az is 7500 fontot hazavisz. Illetve annak a leadózott mennyiségét, hogyha Angliában adózik, ha nem, akkor a helyi adózási szabályok alapján. Na nézzük, 106-ra. Ott a 10-es, dupla 18, nem találja el. Dupla 20, Mikl-nek. Megvan a második nyillal. Ugye nem tudom, arról beszéltünk, mert ennek a meccsnek a győztese majd Peter Wright-tal fog találkozni a második körben, úgyhogy nem lesz könnyű dolga. De hát még előbb el kell dönteni egymás között, hogy egyáltalán ki megy tovább a második körbe. A Dave Chisnall esélyeit kérdezik szintén. Hát, talán a legjobb 16-ig el tud, szerintem legjobb 16-ig azért ő el tud jutni, bár Luke Humphries ott van az ő ágán, 32 között. 180 Schmutzlertől. De a 16 között Van Gerwen ellen már egy komoly csata lehet.
Én ott úgy érzem, hogy a holland esélyesebb, de hát ki tudja persze. Bármi lehet. Ennyi kiesett a táblából, hogy aztán csak két nyílt lehet elszámolni, mondjuk azok az értékét, dobott értékét. Ez nagyon ez megy ez a legmosmusz lennek. Az 8-asba. 128, így. 53-ra, igen. Most elveheti. És ez egy komoly breakleg, igen. Nagyon fönt ragadt. Ryan Mikkel. 53, 10. A 17-est elrontotta. Hirtelen, hirtelen megijedtem, hogy búra akar menni, de nem, szerencsére. Eddig. 87 a szobás értéke, 106 marad. Na nézzük a dupla 18-at, az első legérdekoldja. Egy-egy. Megvan az első kiszállója az újoncnak. Élet első világbajnokságán szerepel természetesen. A válasz most magához ragadja a kezdeményezést. 140. Hátsó pályán, Mikkel. Viszont dob egy tripla 19-et Schmutzler is. És 2-21-re tudja folytatni ezt a remek leget, Ryan Mikkel. Igen, megvan a két tripla. 108 van az, igen. 41-re, 3 kör alatt. Ez egy óriási vissza támadás hátsó pályáról. Azért... Azért ott is jön egy 180-at, ez igen. A fiatalokat. Oh, hú, ekkora kancsó. Atya Isten. Bedobja a 11 nyilas leg Ryan Mikkeltől. Ez a 2-1-re vezet a második szedben. Van, szeretné minél gyorsabban leszárni. Kell még a Kraft majd a következő körre. Viszont a kezdése nem a legjobb most Mikkelnek. 45-öt dob. Na persze, ilyenkor dobja a triplás Futzler. Százas. Száz nyolc van! Elkapták a fonalat, ez a hatodik 180 a meccsen. Dobják ők is rendesen. Ez bizony komoly kis meg.
135. Igen, csak hát nem dobott előtte túl jót. Jó, 140 kellett volna inkább. Azzal legalább kiszállón van. Megvan a tripla. Újabb 11 nyilas. Nem, de 12 még lehet. Nem találja el. Kettővel megy le, 83-ra, 18-ra, dupla 9. Belülről így kerekítenie kell. Dupla 4-re. Nem találja el a kiszállót, na 83-ra. 2-2 lehet, hogyha Schützler kidobja. Oh. A 7-esbe dobja. Találja el a sima 16-ost. Olyan nagy hiba volt, és még a 19-es sem. Na vajon Mikkelnek sikerül-e megoldani? Megoldja bizony. És 2-0-ra vezet. Egy szettet kell még valahogy megnyerni. És akkor mehet tovább, és készülhet majd Peter Wright ellen. De hát... addig még azért van néhány dobás, amit igen. meg kell oldani, no meg néhány kiszálló. Mindjárt folytatjuk. 2-0-ra vezet Ryan Mikkel, 16 esztendős német Fabian Schmutzler ellen. Volt 11 nyilas legyél. Bizonyám, és lehetősége volt több négy körösre is Ryan Mikkelnek. 88,7-es átlagon van Mikkel, míg Schmutzler 88,07. Tehát tudott emelni a színvonalon Schmutzler, de mégis ez most Mikkel is meg tudott újulni a mérkőzés alatt, és el is tudta vinni a második szettet. És ezt is az angol kezdi. Itt lehet valóban nézi ezt a meccset? Szerinted valahol? Szerintem borzasztóan nem érdekli. Nem, ugye? Hát, ha van egy kis esze, akkor nem foglalkozik vele. Különösebben, hogy nem, de nem azért, tehát félreértés ne esik, nem azért, mert nem érdekli a darts maga. Lehet, hogy nézi, de biztos vagyok benne, hogy nem azért nézi, hogy na most hogy játszik az a srác, akivel én játszani fogok, és majd ehhez képest hogyan fogok én készülni. Pont a darts az a sportág, ahol nem természetesen foglalkozik, tehát... Most ezt úgy mondom, aki egyébként önmagában nagyon sokszor elkövettem ezt a hibát már a rövidke pályafutásom alatt, de alapvetően nem szabad azzal foglalkozni, hogy kivel játszol, hanem nyilván a saját magad játékán. Most egy ilyen kategóriájú összecsapáson, ahol ugye Peter Wright a verseny második kiemeltje, hát őnek kezdtem, hogy pláne nem kell vele igazából foglalkozni, hogy egész pontosan hogyan játszik. Főleg úgy, hogy ugye itt napok telhetnek el akár két mérkőzés között, tehát nem biztos, hogy azt a formát fogja hozni valaki, amit az előző meccsen, úgyhogy nem hinném, hogy ő ezzel bármennyit is foglalkozna már, mint Peter Wright, hogy most mi zajlik ezen a meccsen. Lehet, hogy megnézi csak azért, hogy nézel egy kis dárcot, mert unatkozik, de én szerintem sokkal inkább azzal van elfoglalva, hogy melyik 13 darab nyílkészletét hozza majd magával. Elhozza mind a 13. Melyik bőröndöt hozza majd, amelyikbe 20 készlet fér el, vagy amelyikbe csak 18. Hány készlete van? Nem, tehát ne akar tudni. Hát én egyszer láttam, érdemes megnézni, a YouTube-on fönt van egy videó, egyébként ahol körbevezeti a... Hát nem tudom pontosan milyen stáb van ott, de egy tévéstábot vagy egy kamerát így végigvezet a lakásán. Hát a falon fönt van egy ilyen karzat így magasan, és ott vannak a nyílkészletek. Hát döbbenetes mennyiség, döbbenetes. Nyilván azok nem feltétlenül azok, amiket napi szinten használ, hanem azok már csak azok, amiket már nem használ. 1-0. Ez a megoldja, mikor az elsőt, feladatot... Mi van Magdad Bridger? Játszik még? Tudomásom szerint, ha jól emlékszem, szokott még játszani Challenge Touron, mintha láttam volna már. És a
Tavaly indult a Q-Schoolon is, csak nem sikerült megszereznie a megfelelő mennyiségű pontot ahhoz, hogy meg is kapja. Igen, ő egy nagyon jó játékos volt. 2002 óta a PDC. Én emlékszem, döntős volt 2005-ben. Voltak nagyon jó évei. 48 éves egyébként, tehát még bőven belefér az életébe, igen, abszolút. Taylor vette 7-4-re egyébként. Az a tizedik világbaj. Most gyorsan rámentem az oldalára, ott írják, hogy a 2018-ban kapott utoljára a Pro Tour kártyát, amikor második volt a Challenge Tournak a ranglistáján, azóta nem sikerült ezt visszaszereznie, de szerintem meg fogja próbálni, most is majd. A legjobbakat kívánom neki, nagyon szimpatikus játékos ő is. Megvan a bull, az mellette. 92 dob, 40 marad, 120, egy szektor, na nézzük Schmutzlert. Ez nem ez az egy szektor, igen, egy másik egy szektor. Na nézzük a 2-0-ért. Oha, hiba, dupla 10. Nem, azt is mellé dobja Ryan Makel. Oh, nem találja el a kiszállót. Szálló így, még egy nyila marad dupla kettőre Ryan Mikkelnek, és nem találja el. Elég rossz leget produkálnak most a fiúk. Besokal Schmutzler, nem tud lekerekíteni 9-ről. Dupla egy Ryan Mikkelnek. Bedobja első nyíra, egy 2-0-ra vezet a harmadik szedben. Ugye korábban nagyon sokat beszélgettünk a PDC világbajnokság múltjáról, hogyan is kezdődött ez, ugye a bizonyos 16 kiváltak, ugye nagy játékosok, és létrehozták a World Darts Council nevezetű szervezetet, ami a PDC elődje, volt is 94-ben, ugye a 94-es világbajnokságot, ami 93. decemberében kezdődött, azzal nyitott az új szervezet. És minap belebotlottam egyébként abba az alapító okiratba, ahol aláírások ott voltak, Eric Bristowtól kezdve, Phil Tayloron át, Chris Deller, tehát pont azok a játékosok, akik ugye Dennis Priest, akik alapították ezt a szervezetet, ahonnan ez, amit most látunk a televízióban, kinőtte magát. Akkoriban ugye pont azt hiszem beszéltetek róla, 64 ezer font volt az összdíjazás, 94-ben is most 2,5 millió. A bajnok 16 ezer fontot vihetett haza Dennis Priestley az első VB-ről, sőt a második VB még rosszabb volt, ott csak 55 ezer volt az összdíjazás, amit Taylor nyert, akkor 12 ezer font volt. Most gondoljunk bele, hogy aki most nyer itt ezen a meccsen, az már 15 ezeret hazavisz. Az, hogy eltelt 28 év, de akkor is, tehát brutális különbségek, infláció, ahova kinőtte magát ez a... az is. Meg a fluktuáció, meg a... meg a minden. Igen.
kiadta magát Mikül, így meccsnyilai lehetnek, ha 145-ről nem száll ki, Schuss-Lenard pedig nem teszi meg. Hát úgy néz ki, lehet, hogy csak mindössze egy leg jut a torna legfiatalabb résztvevőjének. Hát most le kell kezdeni. Még, persze, hát már leve az, hogy kijutott ide, de még nincs vége. Mert nem dobja úgy, de messze. Főleg így, hogy Mikül még messzebb dobta a harmadik nyilat, mint az első kettőt. Egy nyila lesz kiszállóra Schmutzlernek. Azt megoldja! Hát akkor nem csak egy leg jut neki, itt a szurkoló tábor. Egyes kezdés után Mikül következhet. Na, van-e visszaút Schmutzlernek? Hát, hogy itt is meccsnyíról lehet fordítani meg egy meccset. Látjuk, még azért lesz lehetősége Mikülnek bőven. 140, most kezd egy picit éledezni a játéka. Jönt a tripla. Nem jött, akkor föl kell menni a 20-asra, de ott sem jön. 99. Nézzük 117-es Schmutzlert az egyenlítésért. Megvan a tripla, 17-es. Ó, és nem találja el a 17-es szektort. A betyárját, micsoda lehetőség ezek pedig. 109-re. Kell az 57, az megvan. 32 a meccsért. És nem találja el. Dupla 20, és bedobja Schmutzler. 2-2. Hát itt van ölelkezés. Ryan Mikül kezdi az összecsapásnak, ugye a harmadik szett. Az ötödik összecsapását. 180-nal nyit. Kerül a kis 9-es. Ott a negyedik. Az ötödik is a helyén. Ó, és egy picit fölé ment. Mikülnek, egy 85-tel egy 96-ra, és nagyon magasan ragadt fönn Schmutzler. Lehet, hogy csak egy fellángolás volt, egy kis szépség tapasz. Ez a szett. 100-as érkezik Schmutzlertől. 96-ra Mikül.
Most a triplára mehet, de rámegy a dupla-duplára, az sem rossz egyébként elképzelésnek. .177-40-re nem sikerül, de 139 azért megvan. Hát de hát... Rengeteg esély kell. Etobla. Utolsót megoldja. Hát megvan a továbbjutás. Igen. Ryan Mikkelte a tovább, meg Schmutzler bemutatkozott, itt volt. Kicsit a harmadik szedben azért megrángatta az istrángot, de alapvetően azért nyilván még nagyon sokat kell fejlődni, hogy maradandó tudjon alkotni, de ha így halad, akkor gondolom, hogy azért ebből meg lesz majd a jobb játék is, meg a jobb eredmény is. Jelen a következő mérkőzésünk rövidesen Ron Mühlenkamp és Lisa Ashton között.